A 25. fordulóból elmaradt meccsek hétközi pótlásakor mindkét együttes 3 ponttal gazdagodott, és sikerélményt követően várhatják a rangadót a játékosok. A vasárnapi házigazda 64 ponttal a második helyen áll a tabellán, 12 ponttal megelőzve a 4. Nyíregyháza Spartakuszt. A két csapat ősszel gól nélküli döntetlent játszott a Városi Stadionban. Ezúttal a pontkülönbség elvileg a Kisvárda mellett szól, de egy ilyen mérkőzésen nem nagyon számít a papírforma. Ez egy megyei rangadónak van kikiáltva, és játszottam is már rajta, és tényleg az is. Úgyhogy én is így vagyok, olyan, mint a Fradi Újpest, vagy Újpest Fradi, hogy igazából nem a pontszám számít, hanem az, hogy ezen a meccsen ki milyen formát fog ki. Védekezésből fogunk szerintem kiindulni, nyilván gólt nem szabad kaptunk, most a meccsek is mutatják azért nagy számba rúgunk gólt, úgyhogy szerintem ez lesz az elsődleges a védekezés, aztán abból megpróbálni gólt, illetve gólokat szerezni. Az önbizalommal meg szerintem nincsen probléma, senkinél úgy érzem, úgyhogy remélem, hogy egy jó mérkőzés lesz, és jó hangulatú is. A nyíregyháziak védője Fodor Ferenc az előző szezonban még Kisvárdán játszott, így jól ismeri a vasárnapi ellenfelet. Kiélezett mérkőzésre számítok, ugye ez egy rangadónak számít, egy megyei derbinek. Mindkét fél számára fontos a győzelem, mi nekünk azért, mert fel tudunk így zárkózni. A Kisvárdának úgy gondolom azért, mert minél hamarabb szeretnék szerintem lezárni ezt a bajnokságot és feljutni. Úgyhogy egy kemény párharcokkal teli jó mérkőzésre számítok. 3 pontért megyünk, nyilván tiszteljük az ellenfelünket, hiszen egy jó erőkből álló csapattal fogunk találkozni, nem hiába tartanak ott, ahol, és megérdemelten állnak a második helyen. De azt gondolom, hogy ne semmi veszíteni valunk nincsen, egy jó mérkőzést kell, hogy játszunk, és szerintem azon a napon fog eldönni, hogy ki lesz a 3 pont. A Kisvárda Nyíregyháza Spartakusz mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 20 óra 25-től láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Siófok Budaörs, Csákvár Budafok, Ceglét Szolnok, Békés Csaba Vác, Sopron Grosics Akadémia, Mosonmagyaróvár Kazincbarcika, Győr Soroksár, Zalaegerszeg Dorog és MTK Budapest Gyirmót.